Jó reggelt mindenkinek, golyófejű Dezső. Jó reggelt! Jelentkezik nektek, itt van Rebeka. Sziasztok! Hátul van Szabi. És ott van Dominik is. Elindulunk a Csiki sörgyárba. Mocskos módon meg fogjuk adni a módját, hely! Mondj, ott van a Mikulás. Azt bocs, hogy közbeszólok, annyit mondjál nekem, hogy tök jó a kocsit. Tökre bírom meg minden. Tegnap beültem a vezető ülésbe, hogy kipróbálom, hogy milyen érzés lehet Dezső Bencének lenni. Nem és? Már rossz. Ezt meg kell köszönöm. Adni. És a drága feleséget is mellettem ült, és megnyomtam a dudát, és így... arra jutottunk, hogy hagyjál már ügyes. Nem tudom, hogy mi a kellemetlenebb. Igen. Tehát amikor egy közel két tonnás fekete terepjárod van, aminek úgy van a lámpája, mint a mérgesen nézne, majd meghallod a... dudát, konkrétan nem leszólva, de mintha egy dévomatiz lenne. Konkrétan olyan, mintha egy ilyen, tudod, ez a bohóc járgány, tudod? Igen. Nagyon. Esküszöm nektek, gondolkodok rajta, hogy kicseréltessem. Ilyen gang sign-okat nyomatnak nekünk? Igen. Manuel! Van egy ilyen TikTok, hogy az osztálytársad, amikor ilyen gang sign-okat mutat neked, te meg fekete vagy. Szevasztok, induljunk! Rájössz, hogy izé... Nehogy bedobd a halatáj! Széllel szemben! Tíz nap, tíz kaland, tíz feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Anó parking fejratnál? Hát nem, már jó. Itt a kamionok, szerintem előbbre nézzétek meg. Jó. Itt vagyunk, megjöttünk. Nincs olyan hideg, mint tegnap. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen feladatok lesznek. Ugye sörgyárba jöttünk, egy picit félek. Vedelő. Szerintem igen, nem fogunk vezetni visszafele. Izgatott vagyok. Te már megint egy izének, egy joint-nak öltöztél. Itt van velünk egyébként a latin-amerikai Én is. És még jó, de te miben? Én is. Te is mindenki dolgozott már gyárba? Te? Igen, apám pályakatóző gyárában. Ja, hát de most az... az nem, én cumi gyárba dolgoztam konkrétan. Ezt tudom. Én autóalkatrész gyárban, meg kutyakaja, kacskó gyárban. Én lakatos gyárban dolgoztam. Jól kezdődik. Hát figyelj, kezdődik a hideg ellen védekezni kell valamivel. Sörpárlatot töltsek, vagy keserűt? Hogy mindjárt kijön az áfonyag. Én meg minden. Így van, akkor mindent meg kell kóstolni. Lesznek végképp.
Először így ránéztem, és ilyen azt a minden. 10 óra 50. Jó reggel. Csak a reggel nem kérdezem. Ismétlem, a Brodapest nem támogatja a túlzott alkoholfogyasztást, csak a korlátolt mértékkel. Hát figyelj, sokan vagyunk. Igen. Csak soknak tűnik. Ugye van többféle sörünk, 9-féle sörünk, van ott tudtok kóstolni bármelyikből. A világos sörünk közül. Az órát is sajtod, hogy hány óra sztoriból. Ez egy ilyen limitált széria. Nektek töltök belőle. Még nincsen piacon, csak pult alatt van ez. Akkor most első teszt és reakció. 11 órakor, tehát figyeljetek, igazatok van, 11 óra elmúlt. 3. Ez is ugyanaz sörpárla, csak ez a benti protokoll és ez a... Aha. Vannak irigy pillanataim, ez például. Ez nem az, amit körbe kell adni, tudod? Ez sör. Nem ez bajom. Ez sör. Na. Egészséget is. Dominik az nem aprózza el a dolgokat, egyébként ezeket átvinjuk a gyárba. Egy kiadatlan megvolt, és egy barbála. Ma csak ennyit fog inni egyébként, mert mi nem támogatjuk a túlzott alkoholfogyasztást, csak egyébként a kultúrát alkoholfogyasztást. Ez kultúrát, tehát nézd meg, milyen pohárból iszom. Igen, te. Szabinek is ködösek a tekintetek. Ja nem, még amúgy velem, én az a baj, én meg nagyon bírom. Tehát, hogy az a baj, hogy te tényleg nekem. Én falusi gyerek vagyok alapvetően, falon nőttem föl. Hátam mögött Royalos Szabolcs, 100.000 dolláros lánc. Bemegyünk hamarosan a gyárba. Szabinak még mindig hosszas a kabátja, ne haragudjatok. Koszos, ez ilyen alap. Ettől akadt egy folyamatosan. Bence, az ilyen az a kabát, nem koszos. Tudjuk, hogy lehet, hogy ittunk, de lesznek feladatok. És még fogunk inni. És a feladatokat úgy teljesíteni, hogy becsicsent lesz az azért. Úgy fog jobban. Akkor a Timi ezért nem ivott. Tényleg, ezt az előnyt. Nyerni akartok, ez a helyzet. Ne fordulj el. És ki is se fognak. Ez a trükk. Mondjuk Patrik az már... Becsukott, Timi. Patrik az már teljesen sakkban van, tehát... Hey, itt a kert! Mocsoládok! Micsoládok! Nos, elérkeztünk az 5. napra. Megérkeztünk itt a Csiki sörgyárba, ahol a srácok azért egy ilyen komoly délelőtti kis, hogy is mondjam, vérmelegítőt kaptak. Kipróbálták már most néhány sört. És még mit ittatok? Keserűt. Meg sörpárlatot. Fél időnél vagyunk, ugye, ahogy Pap Szabi is mondta, akkor szünet. Ígyunk egy pálinkát. Na most ők ittak egy ilyen kis sörök. Illetve erős a gyanom, hogy nem fogunk saturészegek lenni, de azért jól szeretnék érezni magunkat, és Timi ezzel próbál előny szerezni, hogy nem iszik alkoholt. De nem gondol arra, hogy Rebeka vezet, szóval ő sem iszik alkoholt. Hoppá, akkor itt a lányok csatája fog dönteni. Itt azért van ész. Ma is lesznek versenyek, méghozzá nem is egy, több különböző ügyességi verseny a gyáron belül, illetve a gyáron kívül is, úgyhogy folytatódik a pontverseny, lássuk, hogy alakul a mai nap. Tartsatok velünk! Annyit akartam egyébként elmondani, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy Bence rendszeresen emlegeti azt, hogy ő erdélyi, és ő nem fázik, és nem tudom én micsoda. És most fázik. És minden egyes este azt hallgattam, hogy jaj, szerintem megfáztam, lehet, hogy innom kellene egy neocitránt, de most is egyébként elindult volna kabát nélkül. És én decemberi én vagyok egyébként. Nap megmentője, és így is fázol. Nem, ezt akartam mondani, vagy lehet, hogy most fázok, de amúgy élvezem a hideget. Én szeretem a hideget. Na, jó. Fiúk, lányok, ittelek egy sörcsap mellett, ami azért egy elég férfias dolog. Minden férfinak az álma, hogy a szobájában legyen egy ilyen sörcsap. Mármint, hogy nekem mindig is ez volt. És én talán egyszer próbáltam sörcsapon életembe, de azt hiszem, hogy a Dominik már próbálta, ugyanis dolgozott sörözőben, ha jól emlékszem.
és arra gondoltam, hogy az előző feladat az volt, hogy le kellett dobni a jégcsapot, és ez is egy ilyen mellékfeladat volt, úgyhogy én most így megragadnám az alkalmat, hogy akkor az én csapatom is kitaláljon egy ilyet, sörcsapolás, és itt a helyiek fogják pontozni, hogy milyenek lettek a sörök, mert ugyanis az van, hogy ez nem úgy működik, hogy ezt csak így megnyitod, és akkor ez egy ilyen tökéletes sör lesz majd a poharadban, hanem milyen habja van, mennyit töltesz, pont a vonalra, és pont úgy, ahogy kell, úgyhogy most megpróbálom, szóval valószínűleg akkor én nem fogok így részt venni a versenybe, na, és már elrontottam. Vagy nem? Na, szóval, tehát megmutatom, hogy ez nulla pont. Tehát, hogy értsétek a feladatot, most ezt azért mutattam meg, ez nulla pontot él, mert túl sok a hab, kevés maga a sör, úgyhogy akkor hívom a versenyzőket, gyertek srácok, aztán gyertek. Nézzük meg, hogy ki tud jobban sörcsapolni. Úgy gondoltam, hogy tegnap is 2 pontot kapott a nyertes csapat, úgyhogy most is 2 pontot fognak kapni ezután a random feladat után. Szerintem úgy legyen, hogy a csapat kiválaszthatja azt, hogy melyik az a személy, aki sörcsapol. Én ebben benne legyen vagyok. Legyen egy, és akkor legyen az, hogy 3 csapat, 3 poár. Jó. És itt a hölgy fog pontozni, hogy melyik lett. Jó. Mit szólsz? Menjen, csináljuk. Oké. Okay. Legyen így, nézzük meg. Te csapoltál már sört, nem? Sokat. Sörcsapol. De akkor várod ezt. Az baj, hogy én sem volt tudni, mert nálam szar volt a csapat. Annak volt egy külön technika, hogy... Ez a lényeg. Jöttem ilyen az. No, kifejezetten magánynak mondanám. Ez tényleg lógrajt. Ez? Egy jó. Nem. Ja, hogy nem van írva valaki? Igen. Én ezt nem olvassam. Ez a baj, amúgy megmondom őszintén, ez az egyetlen egy baj van a női pólókkal, hogy... Há, de bunkó vagy. Hogy így erről a tárról olvasni, nem tudom. Olyan kellemetlen. Nem kell oda tartani a szüveghez? Vagy előre kell nyomd előre? Nem, akkor habot nyomsz. Eskü jól megy neked, hallod? Igen. Kicsit egyébként többet kap a vendég, akinek ezt most csapoltam, mint kéne. De mindegy, én egy ilyen jó fejbarc csapos vagyok, úgyhogy egészség. Gyere Patrik, fogd meg a porrat. Soha nem csapoltam sört egyébként. Itt a Dominik asszisztál. Segítesz egyébként? Mert nem csapoltam sok. Mert... Ne segíts! Nekem sem segíts a tegakról! Hogy fogod azt a porrat? Fordítsd meg? Így? Nem. Ha nem? Idióta, nem hiszem. Sok! Gyors! Jó, csak a hab! Tényleg kitűnik. Kitűn a csap! Hát papa! De jó a hab! A régi slágerek már nem léteznek. Ha megadtad a habnak a módját. Tedd a Dominik mellé? Nem tudom. De nem baj. Ez ugyanolyan, mint hogy Rebeka már lovagolt. Te jössz, Bence. Jó. Szépen. Sörben ne lógjon bele. Lazán. Nem lóg bele a sörbe, meg amúgy is letisztítottuk már. De sőt, Tomál, és nézd meg, milyen jól megy neki, hallod? Látod? Áthallod. Egy probléma volt. És ő volt. Hisztizik. Micsoda egy probléma volt? Nézd meg, rakjuk oda. De az nem olyan nagy hiba. Úgy kell csapolni, hogy a... Ez feléd legyen, hogy lássad, hogy mennyit töltesz. Ja. Tehát és a mérce... Oké, de szemre megcsináltam. Te hisztizel, és ti nyertétek a pontot. Meg, hát lehet, várjatok, lehet... Nem, azt mondom, hogy megnyert... Nem, Dominik, lehet, hogy Patrik fog nyerni, várjuk meg a végét. Tehát ott még a hab dolgozik rendesen. Elindult ugye mai nap is a verseny, Szabi kitalált. Bálintom. Na jól van. Dehogy is, hát hiszek. Úristen, de még egyébként én is vele sok. Milyen egyébként? Milyen? Jó érzés, fordulunk. Tipikus amatőr vlogger. Jó érzés, azt kívánom, hogy minden egyes Budapest forgatás így teljen. A nézőknek ismételten elmondanám, hogy egyébként csak azért iszunk alkoholt, mert itt vagyunk. Körgyárban vagyunk, tehát azért kapunk az alkalmon, de tényleg nagyon jó, és nagyon várom a feladatokat, most csapoltunk az előbb egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy... Mert én közben lemaradtam, mint a borra. Jó, nyilván azért jó voltam. Patrik haver. Mit csinálok? Sör. Hab. Azt mondták, hogy sok a habató, nagyra nő a mellett. Így mondjuk, hogyha ezt a lányok csinálják, hát nekik jó sok habot csapoltak. Dominikék amúgy nyilván nagyon jók voltak, mert ők melóztak. Ilyesmit. Úgyhogy ők nyerték. Aha, megy a kép. Jó, szívja, és ne borogasd a fejedet. Azt még nem, várja, még ide is kell egy. Kérjük szépen a másik sört. Minden cseppje kárba megy, haver. Hát, jaj, Dyson. Hát ez Dominik. Te ilyen... Na most? Szurkoló lettél mostanában? Na? Jó, várja. Azért a biztosítékot old ki. Sebek ide, sapa! Gyorsan, ide, sapa!
Azaz. A gyerekek, ott is van. Kár minden csöfér. Írjátok le kommentbe, úgyis együtt éltük, szerintetek mik voltak ott. Jó, jó, most nézd meg, most nézd. Zárd el, Dominik, zárd el ezt a... Bepózoló szállt. Három katra, hogy el akarod zárni. Úgy. Az előző részben ugye a pontok végül úgy alakultak a nap végére, hogy 5-5 ponttal ugye Timiék és Bencéjék zártak, úgyhogy nem derült ki az, hogy végül ki is nyerte a napot, ezért úgy döntöttünk, hogy ma egy újabb feladattal fogják eldönteni, ki az, aki később előnyt vagy hátrányt adhat a másik csapatnak. A feladat egyszerű, hiszen már néhány pálinka és sör után vannak a csapatok. A feladat adott... Egyensúlyérzéket fogunk tesztelni, ki tudja tovább így megtartani magát, minden csapatból egy-egy embert kérünk, és nem érjük időre. Gyertek, ide kérem a versenyzőket, Bence, gyere te is! Szóval Timiéktől csak Patriki volt, tőlünk meg, csak én ittem, Rebeka nem fogyasztott alkoholt, mivel ő vezet. Úgyhogy ketten a két erdély le fogja játszani, mit érzel, ki bírja tovább? Én. Na jó, állj mit mondan a más? Állj szépen! Állj szépen, akkor nézzük meg! 3, 2, 1, hopp! Ez az. De nyújts már ki! Gyerünk, állj! Föl. Ne, ez jó, gyerünk, gyerünk, tartsad. Az az. Igen, tehát Patrika... Hát tessék! Azaz, úgy, nézd, csak mondom. Nem remegnek meg azok az erdélyi székely lábak, ahogy nézem. Nem, hát ezt megvárjuk. Szerintem itt azért a combizmok kezdenek elsavasodni. Ahogy nézem, aha. De Patrik, de alig van fent a lába. Nem, nem, ugyanolyan magasan van a lábatok. Ne zavarj már be! Teljesen jó. Crossfit ügyileg én egyre helyesnek tartom. Bence egyre több pénzt kap, tehát jársz. Ez hülye. Ez a... Hagyd már abba, Szabi! De ezt lehet! Nem mondod komolyan, hogy ez csak egy kis nehezítés. De lehet ugrálni? Nem, nincs ugrálni. Hát de ugrál! Nem ugrál, a lábfeje jár. A lábfejem jár csak. Gyerünk, gyerünk, srácok, gyerünk! Én azt mondom, hogy idő után álljanak lábul neki. Kapja, mondj! Lej át! Hát akkor! Hogy micsoda! Lász! Akkor ezt tessék, ezt el is vihet, ezt a biztos. Nem, a pénzt nem vihet. A pénz a tiéd, a nyeremény. Kérem a két versenyzőt ide, gyertek ide. Gyerek, hagytam, mert eddig mindig mi csak mi nyertünk. Jó, nagyon szép. Hogy érzed magad? Nagyon jó, mert én már valahogy így hozzászoktam. A pénz az tényleg a tié. Azért ott van, combizom. Hát meglátszott az edzés a John Reed. Na, viszont most pörögjünk tovább, és nézzük meg, hogy hogyan néznek ki a mai feladatok. Na! Rajtvonalhoz kérném szépen Dezső Bencét és Markó Rebekát! Gyerünk, gyerünk! Amúgy megvan, hogy valahogy Bina Brodapest évadban valamilyen felbrandinget, nagy terautót vezetek? Még egy kicsit közelebb megyek. Hogy szeretnétek? Így-e? Na figyeljetek! Feladat adott, 15-re kezd, időre kell bepakolnod az autóba, és akkor vagytok kész, amikor beültetek mellém és rám csuktátok az ajtót, jó? Egy az, hogy ezt a kalapot, ezt most le kell ahhoz venned, hogy ezt megcsináljuk. Sajnos. Azt valahogy úgy kéne csináljuk, hogy mellé állunk, és figyelj, én dolgoztam már ilyen helyen, vagyis hogy pakoltam még autót. Megfogod? Nem kell mind a két felét megfognod szerintem, hanem csak az egyiket megfogod és dobálod fel. Mi a terv szívem? A terv nagyon egyszerű. Tehát be kell pakolni mind a ketten. Igen, felváltva fogunk pakolni. Jön Dominik. Takarodj el! Menj el innen! Széllel szembe! Menj már, hát beszéljük a tervet. Ne hallgatózz! Mi a terv? Az egyik. Nekem két ötletem van. Az egyik az, hogy én beülök a kocsiba, vagy nem tudom, vagy én közelebb megyek a kocsihoz, és én bepakolgatom, mert ott berakjuk, akkor egy idő után nem lesz hely. És hátrébb kell tolni, vagy mind a ketten pakoljuk. Jó, akkor én adogatom neked. Mert az nem jó, hogy te vagy az lassú. Én azt mondom, hogy adjuk át, mert akkor vágod is fél úton találkozunk. Én meg azt mondom, hogy felváltva induljunk el. Tehát egy valaki az autónál marad, és ahogy te odaértél, tehát hogy... Hát de a matek az ugyanazt adja ki. Figyelj! Azt tudom, hogy néz ki egy ilyen belülről? Hogy néz? Úgy, mint kívülről. Hát nem látsz? Hát van bent hely. Ennyi. Felváltva fogunk dolgozni. Tehát akkor, amikor én rakom, az üres járatokat tejpen veszed el. Próbáljuk megsporolni. Akkor jár el a stopper. Ezt időközben megtudtam, amikor az utolsó bepakoltuk és besuktuk az ajtót. Kettőt tüktük. A lényeg az, hogy ezeket a rekeszeket tudod úgy tartani, hogy így. Vágom, hát szerintem nem kell pakolni.
Bár, hogyha tele vannak... Nem hullik ki. Nehéz, de nem hullik ki. Kettőt. Kibírjuk. Kettőt, és a lényeg az, hogy csak beszorjuk. Az jó, a lényeg, én nem úgy fogom megfogni, én egymásra pakolok kettőt, és alá fogom. Nekem mindegy, a lényeg kettőt viszünk, és csak beszorjuk. Tehát az nem lényeg, hogy hogyan van bepakolva. Jó. Be legyen szorva az autó, meg legyen a mennyiség, és kész, menjünk tovább. Mert nekem kész, mindegy, én nem érdekel. Szólj, ha már csak az utolsót rakod, és én beülök jó. A bájn mellé, és amíg te rakod be az utolsót, én már beülök, és nyitva lesz az ajt. Jó, jó. És okay. Nagyon siess, szóval fuss, ha tudsz. Kabátot mindenképp le kell venni a pakolás idejére, mert akadályoz a szabad mozgásban. Ennyi. Jó. Megnyerjük? Hát csak. Csak. Meghallgattad, hogy mi a terv? Mi? Csak úgy vagy, nézz előttem. Ja, ez nem sör. Jó, Patrikék, szerinted bízol abban, hogy legyőznek minket? Tudod, néha jó, hogy úgy elhitettem Patrika. Elkezdtem mondani, hogy kettőt visz majd egyszer. De hülye vagy. Patrik, figyelj, Patrik. Ő hármat, figyelj. Mondom neki, figyelj, állok. Én négyet fogok. Mondom, azt mondja, hogy irányít. Négyet elbírsz, mondom. Tesó, hogy nagyon régóta csinálom ezt, mondom, négyet simán felkapok, azt el. Hülye vagy, le fogja ejteni. Nincsen fél kiló egy ízés. Mondom, fél liter van bent, azaz fél kiló, egy nem sör. Nem ezt mégis miből számolta ki? Igen, hát egy liter az egy kiló. Nem, egy jó, hát én... Plusz minusz, de amúgy... Ezt mondtad? Miből számolta ezt? Majd meg beszélszetek még. Kicsik. Kicsikös, ja. 3, 2, 1. Nyissad! Nyissad, Rebeka! Azt a mindenit! Hoppa, egy kicsit nagyon mennyiségben ér. Azt a mindenit! Gyerünk, adjad neki! Elindultak ide, ingyen! Hajrá, Patrik! Azt mondtuk, ha becsukjuk az ajtót, ott lejárt a stopper. Ott állítottam le. De jó. Mindjárt kiderül, hogy átengednek minket a hivatalos kiengedés. Ugye 15-re kezdve kaptunk kihajtási, elhajtási engedélyt. Remélem meg volt a 15. Aláírát! Napos 15! Bocsánat, elnézést. A szállító levelünk. Ez az, megvagyunk. Köszönjük szépen. Megvagyunk. Köszönjük szépen akkor. Mi van, öcsém? Sikerült, összehoztuk a 15 rekeszt. Tizenhatos arcok. Hát... Igen. Jut is marad is. 16-ot hoztunk. Akkor ez plusz egy pont. Plusz hát, nem lehet. Jó? Hát... Jó? Tessék itt a szállítólevél. Szállítólevél, visszakaptad. Jó, hát most megyet először. Jó? Jó? Oké. Számolni. Köszönjük szépen! 3-5-ösnek ez is... Meg kéne tanulni számolni, srácok. Nem tudom. Siker! Megyünk, kiszórjuk a sört. Andris, hogy attól ők nyernek... Ők nyernek? Csak megszivatni. De miért? Hát ez csak prank volt, nem egy... Hát igazából bárhányat bepakolhattak volna. Nem. Akkor
mi a végeredmény? Ők jól pakoltak be, te próbáltad megszivatni. De sikerült is. Persze, hogy sikerült, amikor már bejöttek. Én megnéztem, mikor bepakoltuk, hogy van-e bent, ti nem? Mi? Én megnéztem, mikor beraktuk az elsőreket, hogy van-e bent. Nem. De én utólag raktam be. Mikor beültek a kocsiba, akkor patintottam hátra. Már bent ültek, amikor bent még berakta. Na, hát a srácoknak közben elmagyaráztam a matekot, hogy ugye 17 után a 16 jön, előtte meg a 14 van. Jó, ez egy szivatás volt, ezt majd tudjuk. Hát ezt soha nem tudjuk már meg, hogy tudnak-e számolni, vagy sem. Nem értem a lényegét semminek, és utálom a játékokat. Bence. Bence, tegyél be egy sört Szabijékhoz, jó lesz, kicseszünk velük. Ja, ez nem az volt a lényeg, hanem te csak egy segítő voltál itt. Igen. Tehát ez lehetett volna Andris is. Azt mondták, hogy én prankeljem meg Szabijékot, de közben engem prankeltetek meg. Ja, ne, nyugodjál meg, ez egy ilyen helyi prank is, meg kicsit ti is bele voltatok vonva, ez egy ilyen... Azt hiszik, az öregek találták ki. Gyere, na, jó lesz, igyunk egy csikisört, mit szólsz hozzá? Te, az mindig jó. Az mindig jó, nem? Csikisör. Legyen kettő. Minden egyes manufaktúra mellett megtalálod. Van a merchandising store. Nem mondod komolyan, csikisörös csolos stok. Csolos stok. Mi stok? Ebben van kártya. Dominik és köztem, oly sok a távolság és mindig oly kevés. Nagyon praktikus, tehát hogy ki tudja, hogy ezt miért találták fel. Hordozható pohár. Ez? Igen. Vigyel. Ti mit találtatok? Ez nem ajzés? Amerikai HB. Amerikai HB és foen, ja. Sörpong. Ez az, amire gondolok? Húzd rá székely! Székely kolbász, hé! Húzd rá székely! Szerinted az ilyet is szeretnék vinni anyának? Én tudok olvasni a sorok között. Milyen áfonyás ízű, tessék? Málnás. Gumi. Gumi. Málnás áfonyás ízű gumi. Hát, na. Ez ilyen, nem szakadt. Figyelj már, hang vagy kinyitni, és így játszom Magni. Ez hülye. De csak érdeklődöm, hogy tudsz, hogy áfonyás vagy málás felismerni, de ízéről. Igen. A kamerában nagyon szívesen elszapogatok neked. Alkohol szonda, nem tudunk beleszerezni két elemet? Mi ez egy hintát? Vagy minek hívják? Fekvő? Függőágy. Szabi. Van-e ezt nézd meg. Ha jó. Bluetooth-os hang szóra. Ezt nem hiszem. Nincs ilyen mini hűtő, olyat nem lehet venni? Ilyen mini csikisörő. De lehet a mini hűtő. Micsoda? Ez 720, ugye? Be az a mini hűtő. 720. 780. Az mennyi magyar forintban? 50 ezer forint. Júj, de kellemetlen. Nincs csikisörös autó, mondjuk. Bent a parkolóba sok áll. Kicsit a műszempilláját eltakarja. Jézusom, ne fura! Nézd ide! Jaj! Jó ég! Ide, videó! Állj, szé, na! Gyerek! Na, mennyi sört itt áll te? Szevasztok! Vigyázzat, jövünk! Na jó van! Köszönjük szépen, ez is megvan! Elindult a
gyárlátogatás. Megnézzük, hogy hogy, mint hogy kell, aztán hátul én is majd a kiskerbe otthon készítem a sörikét. Rebeka nagyon örülne neki, ismételten a best ötleteimet szerintem. De mindent meg kell kóstolni. Én meg csak a népeket. Adod a keserűséget. Jó. Azt kihagynám. Ezt kóstold meg. Jaj, nézed már. Hát izé, földing. Miután a két székely srác egymásnak esett, de csak egy lábon állási versenybe, amit Patrik nyert meg, ezért nekik van egy előjoguk, hogy vagy könnyíthetnek a saját feladatokon, vagy nehezíthetik a többiekét. Úgyhogy most a Söribó versenynél, ami most következik, ti még választottak valamit, ami? Mi a könnyítést kérjük magunknak, vagyis? Szóval mi fele annyi. Tehát ti akkor pohársört isztok, míg a többiek korsót. Mi két decitök, négyet. Hoppá. Na, hát akkor a feladatot reméljük, hogy ezzel kellően tudják hátráltatni a többieket, illetve maguknak könnyíteni. Nézzük meg, hogy teljesítenek, és hogy zárjuk a mai pontozást. Ja, hogy dupla annyit? Az mondjuk egy kicsit. Nagyon előnyük van, ezért előnyi az előny. Na, fölkészültetek? Szerintem meg is. Korsó a pulton. Kéz le. És amikor szólok, akkor fölkapjátok, visszaszámolok. 3, 2, 1, hopp! Dominik, igyad! Gyere! Dominik! Hát Dominik, igyad! És a szétdóra napra. Még egy föl! Van szélsabb benne, de pirom. Gyerünk! Azaz! A már Timi nyert. Timi nyert. Öntöttem még bele, mert kijött a szélsebb a számból. Nem baj. Hát Timikém, jól sikerült akkor. Viszont a két decit már rég megittam. Mit éreztek? Az, hogy szétdurran a gyomrom, csak már kicsit bekajázott. Tehát mit szóltatok volna, hogy ezt hogy kaja előtt csináltok volna, amikor még van is helye a gyomromba. Visszaköszönt a meggyesőr? Jó, tehát nem, ügyes voltál, ti nyertétek meg. Megérte? Igen. Azt mondta, hogy igen, megérte, úgyhogy hamarosan érkezik hozzánk és folytatjuk. Happy.
mennyivel megy? Hány lejjel? Oda nézzetek, mennyi lé! Na, mossuk le az autót, túl vagyunk egyébként a negyedik napon is. Az eredményeket pedig automózás után ismertetem. Előbb tiszta autó, utána eredmények. Na ne! Most ez ugye vicc? Fölváltottam ennyi szart és papírpénzt is elfogadott volna? Te viccelsz velem? Jó van! Timikém! Váltottam neked román lejet apróba! Elérkeztünk az ötödik nap végén, tehát félúton járunk, az autó csillog-villog. Ez a mai nap ugye a Csikis Hörgyárba jártunk, ahol ismételten fadokat kaptak a fiúk, lányok, és ma Szabiék nyertek, vagy ők a mai nap győztesei. A pontverseny a következőképpen néz ki. A mai napot ugye Szabiék nyerték meg, ezzel ők 4 pontot szereztek, ezzel 14 pontjuk van most összesen, őket követik, illetve most velük együtt szorosan Timék szintén 14 pont, akik feljöttek, mint a talajvíz. 15 ponttal még mindig Bencék vezetnek, tehát 15-14-14, elkezdett elképesztően szoros és izgalmas lenni a rész. Itt vagyunk fél időnél, még hátra van 5 nap, úgyhogy lássuk, mi fog történni, irány haza. Írjam már oda ezt legközelebb így, hogy... Bárcsak itt van, hol vagy, gyönyörűm? Hol vagy? Hello! Hoppá! Diétára való tekintettel, ha jól érzem, sok van benne. De csak megeszem. Köszönjük szépen! Még egy idejök én is, jó? És akkor nyitok. Köszönöm.